Ezentúl akár 20 autó is elfér biztonságosan a tolnai Apraja falva óvoda előtt. Az önkormányzat ugyanis saját forrásból építetett egy 13 férőhelyes területet. A fejlesztésre azért volt szükség, mert egyre többen hozzák a gyerekeket kocsival, ami több alkalommal okozott már fennakadást. Korábban azért döntött így a testület, hogy szükség lenne, mert egyre többen hozzák gyermekeiket autóval, a kollégák és a munkatársak is, főleg ugye amikor esős, hidegebb időjárás van, autóval jönnek, és gyakorlatilag már a mögöttünk lévő zöld területet használták parkolóként, ez nyilván csapadékos időben állandó problémát okozott, sár volt, kikátyusodott ugye a terület, nem volt alkalmas arra, hogy kulturált módon lehessen itt parkolni és közlekedni, ezért döntöttünk amellett, hogy létesítsünk itt parkolót. Ez egy 4,5 millió forintos összegből valósult meg, ezt a város saját forrásból, tehát nem pályázati pénzből, hanem saját forrásainkból finanszíroztuk. A parkoló jelenleg zúzott, köves és szegélyezett. A rétegrend azonban úgy lett kialakítva, hogy a későbbiekben aszfaltozható legyen. Ahogy majd mondjuk az anyagiak rendelkezésre állnak, vagy erre igény van, akkor lehet egy következő lépést is tenni. 2020-ban ugye megalakult a forgalomszámlálás szabályozási munkacsoport, és 2020 őszén a munkaanyag elfogadásakor már a testület döntött arról, hogy folyamatosan vizsgáljuk meg a lehetőségeket a parkolás tekintetében a városban, kiemelten az oktatás és nevelés intézmények környezetében. Ezért gyakorlatilag programszerűen ugye itt az Apraja falva óvodánál elkészült. Másik két óvoda, a Mözsi Zöldkert óvoda, illetve a Bartók Béla utcai Pittypang óvoda és mellette az új bölcsöde előtti parkolók megtervezésre kerültek. Azoknak jelen pillanatban az engedélyeztetése van folyamatban. Ahogy elkészülnek az engedélyek, az előbb említett területeken is megkezdődnek a munkálatok. Képbe van, beszéltünk arról, illetve döntöttünk arról, hogy vizsgáljuk meg a Selyem óvoda környezetében, hogyan lehetne parkolóhelyeket kialakítani, illetve az Ötvös utcai iskola épület környezetében. Ez a másik kettő olyan neuralgikus pont, ahol tanítási időben, ugye főleg ugye a reggel, illetve a délutáni napszakokban nagyon túlzsúfolt az utca, igazából nem áll rendelkezésre parkoló. Hát, illetve a Kossuth-Lajos utca is ilyen, de ott ugye szűkebbek a lehetőségeink. Tehát az önkormányzat nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a jövőben a város minden nevelési és oktatási intézményénél minél biztonságosabban, kultúráltabban lehessen parkolni, és ne alakuljanak ki fennakadások.